Üdvözlök mindenkit a Dino Lost in Bedrock nevű Flintstones-os játékhoz. 1991-ben jelent meg a játék, ez semmit nem jelent, tudjuk nagyon jó, hogy nagyon jó játékok készültek akkor is már. Na nézzük csak a menüt. Igen, hát egy picit torz a zene, de igazából még tűrhető. Nézzünk egy kis bevezetőt. Hát igen, Dino eltűnt Bedrockban, és amiért most nagyon hálás vagyok, hogy van egy gombleírás. Ez hatalmas, ez nagyon jó, örülök neki, még a furcsán is vannak elrendezve a gombok. Köszönöm, ilyen tényleg nincs sok régi játéknál. Na, kezdjük is a játékot, de fel kell ugrani oda, és na itt most akkor állítsuk meg a képet. Na, feltételezzük, hogy Fred olyan 1,80 m. Ezt duplázzuk meg 3,60 m-ra. Második 1,80 m-nak elveszem a felét, akkor az 2,70 m. Az, hogy fel tudjon ugrani oda, kb. Olyan 2,80 m-at kéne felugrania. Az aktuális világrekorder Jake Austin 2006-ban 2,45 m-öt ugrott. És most dőljetek hátra, vegyetek elő popcornt és izguljatok, mert itt bizony magasugró világrekord kísérletet fogtok látni. Na? Megvan, nagyszerű sporttörténelem. Na, de hát menjünk tovább, kicsit szaggat a kép, ezért elnézést, nem tudom miért történt. Na, menjünk csak a halhatatlan teknős mellett, mert hiába ott a kő, lehetetlen lecsapni a kővel. Nézzétek, még mindig fedezékbe búj a páncélja alatt. Na, ugorjunk egyet, ez is nagyon... nagyon szép ugrásmód. Na, aj, meghaltam. Az is érdekes egyébként, hogy az életeket napokban jelzi, és a... Na, ez mi volt? Mi van? Ez mi? Mi jött ki a fából? Na mindegy, a pályából 3 másodperceket meg energiában jelzi. Hát, nem tudom. Biztos én vagyok a hibás. Na, hüp, Freddy trükk. Na. Mindig halhatatlan, jó van. Na, ezt lecsapjuk. Oké, megyünk tovább. Na, úgy, ez milyen nyomvat kis ugrás volt. Na, kusszunk egyet. Kicsit nehézkes ez a kúszás. Na, végre. Megyünk tovább. Még több kavicsot lehet felszedni, és még inkább halhatatlan a teknős. Na. Oké, hát ezen már nem fog változtatni a játék szerintem. Na, ezt tudnám, mi az a... Most átestem a kavicson. Na. Na, mi van? Mikor mi történik? Kelj már fel, Fred! Ne hagyj itt! Mi van veled? Na, oké, nem tudom, ez mi volt. Na, kúszunk szépen. Nagyon esztétikus mozgása van. Na, jól van. Ez a tojás is nem tudom igazából micsoda, ebből fog kikelni valami. Na jó. Előre dolgoztam, ezt a hangot itt lekapcsoltam, mert egyszerűen elviselhetetlen. Itt ott a tűzoltó elefánt, és az Istenért nem tudom most mit kell csinálni. Hát előbb bővitte a kórházba, úgyhogy biztos barátságos. Oké. Na, próbáljuk ezt csak még egyszer. Mit kell ezt csinálni? Nem tudom ezeket felszerintok ráugrani, mi van itt? Na, gyerünk már erre fel, nem is nézek ilyen mérgesnek.
Na, mit kell csinálni? Ugrani egyet? Na, mi van? Ha... Na, oké, nem káromkodok. Biztos benne van a hiba. Mi van? Önuralom. Na. Megyünk újra oda. Most követ vittem el, mert úgy fejbe dobom ezt a rohadt elefántot most már. Eldoba... Mi? Ez ott az eldobás? Ez volt az eldobás? Ne csináld már! Nem tudom fejbe dobni az elefántot? Mit csináljak? Megint lecsap a hülye ormányával, mi? Na, na, megpróbálom Bénivel most már... Mit kell itt csinálni? Nincs is tűz, miért van ott egy tűzoltó elefánt? Na, na, várjál, a rohadt... Na, most valami tojást szedtem fel, most hát ha ezt megeszi, vagy nem tudom mit történik. Ez is eld... Megpróbálom eldobni és lerakja a földre. Na, most már ott vagyok, mit ráugrok? Nem tudok ráugrani, mit kell csinálni? Mi történik itt? Fejére kell ráugrani? Nem hiszem el, mi ennek a lényege? Na jó, köszönöm szépen, ennyi volt a játék, ebből elég.